Országszerte szeptember 29-én tartották az Európai Diáksport Napját az oktatási intézményekben. A celdömölki Berzsenyi Dániel gimnáziumban is színes programokkal várták a diákokat ezen a napon. Gyönyörű időben, a hagyományoknak megfelelően 2023 méteres futással kezdődött a sportnap. A berzsenyisek meghívását elfogadva az idén a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola diákjai is csatlakoztak a kihíváshoz. Alapos bemelegítés után a Géfin téről rajtolt el a népes mezőny rendőri felvezetéssel. A sportnap a labdarúgó házi bajnokság hármas döntőjével folytatódott, az idei bajnok a 12 C csapata lett. A folyamatos mozgást a gimnáziumban rendelkezésre álló sokféle sportolási lehetőség biztosította. Foci, röplabda, jászkorás, zumba, saját testsúlyos edzést is végezhettünk, és utána sort kerítettünk a foci házi bajnokságra, ahol nagyon jó iramban teltek a mérkőzések, és végül a 8x200 méteres váltó következett, ahol az osztályom az évfolyamban első lett, és nagyon büszke vagyok rájuk. Az idei eseményt meghívott vendégek tették színessé. Szomorkovics Krisztián és Mógor Máté személyedzők saját testsúlyos gyakorlatokat tanítottak, Söptei Katalin személyedző köredzést tartott, Horváth Ildikó zumba oktató is alaposan megmozgatta az érdeklődőket. Ijászkodással is volt lehetőség Szú Tamás irányításával. Hagyományteremtő szándékkal utolsó programként a 8x200 méteres váltófutás következett, amelyben osztályonként 4 fiú és 4 lány vett részt. Az iskola csúcsot a 11A osztály állította fel. A nap végére kellemesen elfáradt mindenki. Köszönjük a szervezők egésznapos munkáját és a celdömölki rendőrkapitányság, valamint az országos mentőszolgálat segítségét a futás biztosításában.